Szeretném bemutatni dr. Magyar Zsombort, Tahi Tótfaluban él, és a helyiek sokan ismerik. Egyrészt itt is arról van szó, akár csak első beszélgető partnerünkről, hogy nem egyfajta foglalkozása van. Pár szóba bemutatnád önmagad a Zsombort? Hát, hát nem tudom, hogy melyik az elsődleges, melyik a másodlagos, de házi orvosként dolgozom itt Tahi Tótfaluban, és emellett ugye a kis családi gazdaságunkat irányítgatom. Családom többi tagjával együtt csináljuk, őshonos magyar állatfajták tenyésztésével foglalkozunk, szucó kislóval, vidrálovakkal, magyar tarka, illetve magyar szürke szarvas marhákkal, és hát a legtöbb őshonos fajtával, de azon belül is leginkább a hortoma egy, illetve a gyimesi raszkával. Ezekkel foglalkozunk főleg. Ezeketek a termékeit értékesítjük, amiket belülük tette, illetve hústermékekkel foglalkozunk. Nyilván a lovak esetében pedig lovasoktatást végzünk a lovainkon, a saját lovainkon. Minket most elsősorban a tejtermelés érdekel, tekintettel arra, hogy itt most mindenki, akivel beszélgetünk, valami specifikus dolgot csinál, tehát nem egy ilyen nagy körben. Aki itt járkál a környéken, az most már három tejautomatával is találkozhat, Szentendrén, Tahi Tótfaluban, Szigetmonostoron. Ezek tejelő magyar tarka tehenek, ugye, akiket te tartasz. Miért pont ezt választottad, vagy honnan indult el ez az ötlet? Hát nyilván ugye nálunk adott volt az, hogy ugye őshonos fajtákkal foglalkozunk. A magyar tarka az tipikusan egy kettős hasznú fajta, tehát mind a tej, mind a hús képessége ennek a fajtának általában jó, de nem túlságosan jó, tehát mondjuk egy intenzívebb, kifejezetten tejlő tején esetében sokkal, noha nagyobb mennyiségű tejet ad, viszont a tej minősége sem olyan, mint mondjuk egy magyar tarka esetében, valamint ennek a nagy teljesítménynek ára is van, tehát sokkal érzékenyebbek betegségekre, elsősorban tőgybetegségekre. Összességében a szervezeti szilárdság egy intenzívebb tejnek nem olyan jó. Az én magyar tarkáim azok jóval igénytelenebbek a szónok a nemes értelmében. Lehet, hogy nem adnak 40 liter tejet, csak 25-26 liter tejet egy nap átlagosan, viszont ezt azzal hálálják meg, hogy nem betegek, vagy legalábbis hát sokkal kevesebb a probléma velük. Ismét az orvoshoz szólnék, mert ez most ez kihasználható, ez a kiváló kettőség. Ugye emlékszünk rá, hogy évekkel, évtizedekkel ezelőtt azt mondták, hogy jó a vaj, aztán hogy jó a margarin, aztán nem jó a margarin, nem jó a vaj. Hát ugyanígy vagyunk a tejjel is, hogy éveken át hallgattuk, hogy a tej az egy kiváló dolog, aztán utána az, hogy az utóbbi években, hogy nem, mégsem, borzasztó egészségtelen. Mi a ma indokolt, alátámasztott vélemény a tejfogyasztásról? Hát a jó minőségű, friss tejfogyasztás alapvetően nem káros az egészségre. Vannak bizonyos állapotok, amikor nyilván nem jó állati eredetű zsírból sokat fogyasztani, és hát nyilván a teljes értékű tejben ebből van bőven, jó esetben. De mindenképpen a tej, illetve a tejtermékek mindenképpen a helyes, változatos étrendnek a részét képezik, és számtalan olyan vitamin, illetve jó mikroflóra, tehát baktérium, meg kevés kisebb mennyiségben gomba található a tejben, a nem túlságosan hőkezelt friss tejben, ami fontos az elementáris egészség szempontjából. Mit jelent a nem túlzott a hőkezelt, illetve milyen zsírtartalma van a ti tejeteknek, hiszen a boltban ugye látom, hogy 0,5 a sovány tej, talán 1,5 az átlagos. Mi a helyzet nálatok? Hát a mi tejünknek általában 3,5-4% között van a zsírtartalma. Ez a magyar tarka fajta, ez ennyit tud. Zsírban vannak fajták, amik ennél zsírosabb tejet adnak, vannak olyan fajták, amik ennél kevésbé zsíros tejet. A mi esetünkben ez általában nyilván függ a takarmánytól, legelnek-e, nem legelnek-e éppen, tehát a tél van vagy nyár van, a takarmány az nagyban befolyásolja a tejnek az összetételét, de általában 3,5-4% közötti zsírtartalom van. Ez a nyers tejre vonatkozik. Tehát nyilván ebből, aki a tejautomatáinkból vásárol, az egy ilyen teljes értékű hőkezeletlen nyers tejet kap, amiből otthon ő azt csinál, amit szeretne. Megaltatja, lefölözi, fölforralja és úgy fogyasztja, hogyha szeretné. Tehát voltaképpen ezért
többek között azért is jó a teautomata, mert ott gyakorlatilag frissen fejt, tisztított szűrt, nagyon higiénikus, de abszolút frissen fejt, az összes hasznos flórával rendelkező tejet kap a vásárló, amiből aztán azt csinál, amit szeretne otthon. Tehát egyrészt környezettudatos, tehát nem termelünk szemetet, mert mindenki a saját üvegét hozza, amit általában újra, sokszor ugye újra használ, és abba fejti ki magának a tejet a gépből. Másrészt pedig otthon mindenki saját magának olyat készít belőle, amiért szeretne. És hát a tej alkalmas rá, tehát bármit tudnak belőle készíteni. Azt mondtad az előbb, hogy a szürke, a tarka teheneid nem betegeskedőek, hál' Istennek, de azért kíváncsi volnék rá, hogy ennek a tehenészetnek, a tejtermelésnek azért biztos vannak komoly nehézségei, amit az átlag ember, aki ezzel nem foglalkozik, például ugye én is, nem ismer. Milyen nehézségekkel néztek itt szembe? Hát ugye az, hogy a tej oda kerül a poharunkba, vagy az edényünkbe, az ugye az addig elég hosszú út vezet. Tehát egyrészt a teheneket jó egészségben és jó kondícióban föl kell nevelni, bólyukorúktól kezdve. Ez már önmagában nem könnyű feladat. Kellő helyet, takarmányt kell neki biztosítani, ahhoz, hogy egészségesen fejlődjenek. És utána ezeket a növendékeket, vagy később teheneket ugye termékenyíteni kell. Ez lehet természetes úton is, a mi esetünkben mesterségesen vannak termékenyítve, ami hát egy általános dolog. Természetesen olyan szaporítóanyaggal, ami fajtán belül van nyilván, tehát hogy magyar tarka szaporítóanyagot használunk. De ez is egy kulcskérdés, hogy időben jókor legyen szaporítva, utána a vemhesség ideje alatt szintén egészségesen tudjanak maradni, és a vehem jól fejlődjön bennük. És aztán igazából a lényeg, vagy a csúcsa utána jön, hogy amikor már megtörtént az ellés, és ugye beindul a tejtermelés egy tehénnek, akkor azt úgy tudjuk a fejét megmosni, hogy ne betegítsük meg a tehén tőgyét. Ha esetleg valami kis probléma van, akkor azt idejébe kezeljük, orvosoljuk, addig, hogy ne legyen belőle nagyobb baj. Tehát igazából ez egy elég higiénikus és elég érzékeny kérdés, függetlenül attól, hogy nagy állatról van szó, nagyon nagy fokú érzékenységet, meg odafigyelést igényel, és minél kisebb darabszámot kezel az ember, annál jobban oda tud figyelni. Tehát egy nagy üzemben, ahol egyszerre 60 tehenet fejnek egy fejőházba, hogy nyilván egy tehénre mondjuk 0,3 másodperc ideje jut a fejőnek, ha egyáltalán még emberfejé, mert sok helyen már robotfejé is van. Míg mondjuk nálunk, ahol egyszerre 3 tehén fejődik, ott nyilván van ideje körüljárni a tehenet, jobban megnézni, hogy van a tehén, van-e rajta sérülés. Szóval igazából a jó minőséget ez garantálja mindenképpen. Tehát minél nagyobbat csinálja az ember, minél nagyobb a volumen, annál kisebb figyelem jut egy tehénre, akármennyire is jó a minőségbiztosítás, meg több a munkaerő, meg hiába gépesítünk, az egység időre jutó figyelem az mindig kevesebb. Akárhogy komputerizálunk, meg próbálunk a technológiába egyre magasabb szintre, mai téli szerint magasabb szintre jutni, az mindenképpen az adott egyed számára, az adott egyek tekintetében az biztos, hogy kisebb figyelembe jár, és ezért van az, hogy mondjuk egy nagy állattartó telep esetében, ahol mondjuk több száz tehenet fejnek, ott az átlagos életkor, amikor selejtezik a teheneket, az 5,5 év. Tehát egy tehén általában statisztikailag 2,5 lakpercét ér meg nálunk, pedig 13 éves tehenek is még használatban vannak, és egészségesen jól adják szépen a tehet, ahogy kell. Tehát igazából a nagy különbség itt is megmutatkozik. Nagyon hasonló, mint amit a Nagy Sándor helyett mondott a sajtkészítéssel kapcsolatban. Ugye ez a majdnem, hogy ez kiözműves tehenészet ilyen értelemben, hiába van gépesítve, de a figyelem szempontjából biztosan. Végezetül azt szeretném még megkérdezni, hogy lehet ezt a két szakmát, ami nagyon távol esik egymástól látszatra legalábbis, hogy lehet ezt a két szakmát a háziorvosít és a gazdálkodóit jól összeegyeztetni, vagy van mégis valami fajta köze, vagy egymásnak átsegítése a kettőben? Hát nem könnyen lehet összeegyeztetni, tehát az hazudnék, hogy azt mondanám, hogy ez könnyű. Azt hozzá kell tenni, hogy én meg nem teljes állású orvosként dolgozok, tehát nem egy egész saját házi orvosi klasszist viszek, hanem édesapámnál helyettesítek, illetve még emellett a központi ügyeleten dolgozom, ami általában éjszakai munkát jelent.
Nyilván nem egyedül vagyok a gazdálkodásra, tehát gondolok a segítségek, a munkatársak, akik ebben nekem segítenek. Ha én egyedül lennék, nyilván ez nem működne. De így, ha nem is akadályok nélkül, de összeegyeztethető. A hozzáállás szempontjából pedig, ha maga a két szakma külön állónak tűnik, meg külön félének tűnik a két dolog, de mégis sok szempontból ugyanaz. Hát nem lehet egyiket sem félvárva venni, mind a kettő teljes odaadást igényel, és mind a kettő egy szolgálat. Tehát mind a kettőnél az embernek saját magát az esetek 95%-ában háttérbe szorítva kell az adott munkát végezni. Ez orvos kérdés, hogy ugyanígy van, és gazdálkodóként is. Úgyhogy ilyen szempontból a hozzáállás, ami ez a két hivatáshoz kell, az nagyon azonos.